Szeptember 11-én az eredmény hirdetéssel fejeződött be a Városi Könyvtár és Információs Központ által 6. alkalommal meghirdetett vers és prózaíró pályázat. A szervezők és a zsűri a koronavírus miatt kialakult rendkívüli körülmények ellenére is eredményesnek nevezte a pályázatot és gratulált minden résztvevőnek. A vers és prózaíró pályázat eredményhirdetését a járványhelyzetre tekintettel a könyvtár kertjében tartották meg, ahol a szabad téren nagyobb biztonságban érezhetik magukat a jelenlévők. A meghívottakat és a zsűri tagjait a könyvtár igazgatója Prinyi Tünde köszöntötte. A beérkezett pályázatok minősítésére ezúttal Fodorné Hámori Ágnest, Klukáné dr. Pilishegyi Ibolyát, Magyar Zoltánnét és Perce Miklóst kérték fel. Prinyi Tünde a szervezéssel és a pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 6. alkalommal megrendezett versenyen nehezebb volt a szervezők és a pályázók dolga. A digitális oktatás miatt kevesebb iskolás jelentkezett ezúttal, míg a felnőtteket az elzártság, elszigeteltség segítette a munkában. Igazgató asszony felolvasta a zsűri véleményét. Szeretettel köszöntöm a 6. vers és prózaíró pályázat résztvevői és a zsűri tagokat. Itt most kivételesen a könyvtár udvarán a főbejárat előtt, gyönyörű szép időbe, ez azért azt gondolom, hogy most nagy szerencsém. Engedjenek meg pár gondolatot, ez most egy különleges, kivételes alkalom, hogy a 6. hatodjára 2015 óta szervezi a Városi Könyvtár ezt a tehetségkutató versenyt 4 korcsoportban, és most a vírushelyzet miatt egy kicsit hátrányosabb helyzetbe kerültek mind a pályázók, mind gyakorlatilag mi is, hiszen sokkal rugalmasabban tudtuk a korábbi években megoldani. És ez elsősorban most itt a pályázók közül az iskolásokat érintette, hiszen ők otthonról tanultak, tehát nem tudták a pedagógusok megtámogatni, segíteni, motiválni őket, és ez érződik is a jelentkezők, résztvevők számán. A többi korosztály aktivitása viszont kicsérekre méltó. Ugyanakkor pontosan a vírushelyzet és a sokat otthonülő munka, egyfajta elzártság, annak is kedvezett ez az elszigeteltség, hogy olyan képességeket, olyan helyzeteket teremtett, amely pontosan az olvasást hozta előtérbe, és az alkotás örömét, vágyát, hiszen jobban ráért az ember, és ezt éreztük is, hogy írni, alkotni szellemi és lelki kikapcsolódás okoz. A bizottság úgy látta, hogy ez a pályázat is egy lehetőség a műkedvelő íróknak, verselőknek, hogy a fiókból kikerüljenek az alkotások. A pályázók számára nem az eredmény, a helyezés a fontos, hanem találkozás másokkal, a többi pályázóval, a kilépés a nyílt olvasói szintérre. A fiatalok műveiből az derült ki, hogy sokat olvasnak, választékosan tudnak fogalmazni. A felnőttek alkotásai az élet tapasztalatukat, érzelemvilágukat tükrözi. Az idősebbek korunk legégetőbb gondjaira reflektálnak művészi eszközökkel. A zsűri elismerte a pályázók eddigi munkáját, és biztatja a résztvevőket a további írásra. Az értékelést követően sor került a legjobbak jutalmazására. Opauszki Zsanett Minetta, gyere! Tehát első korcsoportban második helyet gratulálok. Fordulj már úgy, hogy le tudjanak téged futózni. Köszönöm. És megosztott második hely Török Kendra. Első korcsoportban. Ott van az okleveled, gratulálok. Téged külön még a mesemondónál is emlékszem rád, tehát tényleg szereted a műveket, te is egy mosolygós képre. Köszönöm szépen. És az első korcsoportban Lőrinc Laura az első hely. Egyik zsűritagunk jutalmát is neki adom át. Gratulálunk. Fordulj meg, mosolyogj el. És további lelkesedést kívánunk. A második korcsoportnak, mondom, a második helyezettjét, Tóth Boglárka Franciska.
gratulálunk, te sem most kezdted a pályázást, fordulj meg egy mosolyra, és további alkotókedvet, és sikereket kívánunk. Első helyezést ért el második korcsoportból Knotz Vivien. Gratulálunk, fordulj meg egy mosolyra. Korcsoportból külön díjban részesül Kovács Dávid. Gratulálok, most kezdte először, de reméljük, hogy nem utoljára. Gratulálok meg. És Süveges Gábor, akit úgy látom, hogy a leglelkesebb korcsoportra kérnék azért az emléklapokat, hogy egy kicsit tovább fokozzam a izgalmakat. Kiosztanám az emléklapokat. Emléklapot kap negyedik korcsoportban ifjabb Ladár László. Egy napot gratulálok a tavalyi helyezéshez is. Nagyon, nagyon erős volt a mezőny, ezt azért hozzá kell tegyük, a zsűri véleményét is tükrözöm. Magyar Józsefné emléklapot. És itt is külön elmondom, hogy gratulálok, és nagyon szoros volt a mezőny, tehát ne adja fel az alkotókedvét. Jövőre hát, ha sikerül, nagyon közel állt ön is a díjazáshoz. Hajdú József, emléklapot kap, nincs itt, majd megkapja. Juhász Andrea, ő sincs, és László Julianna. És akkor következnek a díjak. Nyers kategóriában megosztott harmadik helyet kap Szécsi József, aki és Révész Ágnes. Vers kategóriában második helyezést Répa Jenő. Szeretettel gratulálok. Jenő sem most kezdte a pályázást. Vers kategóriában első helyezést Kertész Tímea. Könyvét is megkapja. Mi is köszönjük. Köszönjük. Próza kategóriában harmadik helyezést ért el Kertész Témea. Akár vissza is élhetünk. Nem is figyeltem, hogy ezt így össze is lehetett volna kötni. Témea akkor próza kategóriában harmadik helyezést. Egy antológiát nyert, amelyben Klukáné Pilisegyi Bolya is alkotott, Persze Miklós és még több más tiszafüredi alkotónk. Fábián Krisztina második helyezést ért el. Szeretettel gratulálunk. Ő sem most pályázott először. Krisztina, gratulálok. Köszönöm szeretettel. Fotóig egy. És első helyezést ért el Vladár Lászlóné, próza kategóriában. Nem most kezdte a pályafutást, harmadjára. Gratulálunk. Fordulj meg, légy szíves egy mosolyerejéig. Köszönjük. Megosztott második díjtár mindkét, vagyis megosztott első díj. Elnézést kérek, én vagyok zavarba. A próza kategóriában Répa Jenő, első helyezett. Tehát két első helyezett. Nagyon jó volt a mezőny, a zsűri nagyon elégedett volt. Gratulálunk, Jenő, és reméljük, hogy jövőre is folytatja mindenki. Illetve van még egy versenyzőnk, külön díjat kap próza kategóriában Mester Csaba.
Az eseményt Perce Miklós, a zsűri egyik tagja zárta be, aki arról beszélt, hogy a leírt szó nagy felelősség. Nagyon sokan írnak a legkülönfélébb portálokon, és aki ír, vagyis hátrahagyja a gondolatait, az jó dolgot tesz.